Tisztelettel és szeretettel köszöntök mindenkit, és elnézést ezért a kicsit rekettes hangért, de egy hangszalag gyulladásom van, úgyhogy a mikrofonba fogok kapaszkodni ahhoz, hogy mindenki jól halljon. És itt szeretném megköszönni Egervári főorvosasszonynak, hogy felkért ennek az előadásnak a megtartására. Alapvetően belgyógyász vagyok, geriátriai érdeklődéssel, geriátriai páciensek hadát is ellátom. Viszont az utóbbi időben egy nagyon érdekes kezdeményezésnek lehettem a része, nevezetesen, hogy a Magyar Testnevelési és Sporttudományi Egyetem, aki azért, vagy ahol eddig leginkább a fiatalok, iskoláskorúak testnevelésére képeztek szakembereket, illetve a versenysportolóknak az edzőit és az egyéb ehhez tartozó szakembereket próbálták felkészíteni az életre. Ennek az intézménynek az érdeklődése is az idősek felé is fordult, és a tavalyi évben el tudtuk indítani az első gerontológiai, geriátriai tárgyat, ami ebben az évben szakirányá változott, tehát itt idén fognak végezni az első kineziológusok, akik már gerontológia, geriátria irányba kaptak szakirányi képzést. Úgyhogy ez egy nagyon fontos és jó kezdeményezés, és egy picit a versenysportból, vagy sport irányából a tömegsport, illetve hát a társadalomnak az általános mozgás, illetve testkultúrához való viszonyának a segítését is segítheti. Ezért adtam ezt a címet, és lényegében ez a részben volt a kérés és az egervári főorvosasszonynak, hogy egy kicsit a kineziológiáról, az idősekre vonatkozó kineziológiáról tartsak előadást, úgy, hogy azért én alapvetően egy belgyógyász geriáter vagyok, de tekintettel, hogy oktatom a geriátria, gerontológia tárgyat a kineziológusoknak, így a tanszékkel nagyon szoros a kapcsolat, úgyhogy Kopper Bence tanárúrral, docensúrral közösen készítettük ezt az előadást, aki meg egy vérbeli kineziológus, de nem geriáter és nem orvos, úgyhogy próbálunk egy ilyen metszetet összehozni. Hát mi is az a kineziológia? Ugye azért a kineziológiának több értelmezése van a köztudatban, és ha valaki az internetről böngészkedik, akkor nagyon könnyen elcsúszhat, és egy egészen más értelmezést kaphat. A kineziológusok, és ez tulajdonképpen egy ilyen definíciószerű megfogalmazása az egyetemnek is, az egészségükben károsodott, mozgatórendszeri sérült felnőtt emberek egészségfejlesztése és mozgatórendszeri rehabilitációja, továbbá, és akkor itt ugye azért mégis az egyetem profilja is megjelenik, élsportolók, rekreációs szintű sportolók fizikai képességének diagnosztizálása, edzésprogramok tervezése, edzések műszeres ellenőrzése, terhelés meghatározása. A feladata ugye tisztában van a specifikus mozgásfolyamatok veszélyeivel, terhelés hatására megjelenő sérülések típusaival, és képesek utána a rehabilitációs programoknak a vezetésére. Tehát olyan szakemberek, akik speciális mozgásprogramokat képesek létrehozni, ebben nagyon jártasak, egy kicsit más a profiljuk, mint mondjuk egy gyógytornásznak, sokkal egyéniben, kimértebben tudnak foglalkozni a személyekkel, és itt ebben a szakirányban ez a profil, ez az idősekre is fókuszálódik. Hát milyen alapprobléma van az időseknek a mozgásával kapcsolatosan? Ugye a korábbi mozgásokat nem tudják olyan gyorsan, olyan pontosan, segítség nélkül, fájdalom nélkül, vagy egyáltalán végrehajtani.
Nagyok az egyéni változások, vagy különbségek, és ezért egyéni megoldások kellenek. Itt látjuk, hogy az életkor előre haladtával ez egy elég jó közleményből átvett ábra. A egyéni különbségeknek a mértéke nő. Tehát míg fiatalkorban fiatalok körülbelül egyformán tudnak bizonyos fizikai mozgásokat végrehajtani, ahogy halad előre az életkor, ez a különbség, hogy különböző idősek ezt hogy tudják végrehajtani, egyre nő. Mi a célja, igénye az idősek mozgásának? Ugye ez fontos tudni, mert ennek ismeretében, illetve fizikai állapotának a felmérésének a követően lehet egy mozgásprogramot kialakítani. Itt egy közép-hosszú távú terv lehet, és igazából megfogalmazódott, hogy egy speciális mozgásterápiás rendszert is akár kialakítani Magyarországon. Ha valakinek mondjuk cukorbetegsége van, diabetesze, akkor eljut jó esetben a házi orvos tovább tudja küldeni egy diabetológiai szakrendelésre, ahol a szakrendelőben lehetősége van dietetikussal is találkozni. De mozgásterapeutával nem. Tehát nem gyógytornászról beszélünk, hanem mozgásterapeutáról, aki annál az adott személynél meg tudja határozni, hogy abba az egészségi állapotba, abba a kognitív és egyéb mindenféle, amikről itt már szó volt, paramétereket figyelembe véve, mi az a rendszeres mozgás, mozgásfajta, amit ő kivitelezzen, és akkor ezt visszamenőleg ellenőrizve. Ezek ilyen 100 milliárdos nagyságú megtakarítások évente, amik mondjuk a mozgásterápiával a TB-ben mondjuk vissza tudnak jelenni, akár a kevesebb gyógyszer használat, akár a munkaerő piacon való tartósabb jelenlét, kevesebb táppénzes órák száma. A mobilizáció megtartása, alapszükségletek önálló ellátása időseknél, sérülésutáni rehabilitáció megszervezése, általános funkciók szinten tartása, hogy itt a szociális kapcsolatokhoz is köze van, aktív munkaképes életmód fenntartása, és a rekreációs sportaktivitásoknak a megkezdése. Itt látjuk összeszedve, hogy a mozgatórendszert befolyásoló változások időskorban mit jelentenek. Központi idegrendszeri, a végrehajtó izomzatban történt változások, a statikus helyzet megtartásának a nehézsége, alapmozgásoknak a problémája, járással kapcsolatos változások, célirányos, célorientált mozgások romlása, illetve ma már ez is előtérbe kerül, hogy speciális igény a mozgáskorlátozottak, mondjuk kerekes székeseknek a mozgásterápiája, az egy egészen más és kicsit. Na most a központi idegrendszeri folyamatoknak a változása, a lassulás, funkcionális zavarok felteszik azt a kérdést, hogy egyáltalán van-e olyan állapotban egy idős, hogy egy célzott mozgás terápiát, rehabilitációt vég lehet-e hajtani. Ha nem, akkor ezt mégis milyen speciális módon lehet megtenni. Na most egy-két dolgot mutatnék a végrehajtó izomzat, izületek elváltozásával kapcsolatosan. Ugye nem annyira erős az izomzat, a korábbi sérülések miatt bizonyos testhelyzetek felvétele károsodhat. Az obezitásnak nagy jelentősége van. Általában időskorban egy bizonyos korig, különösen a hölgyeknél a változókor után nő a testsúly. Ennek sok biológiai oka van, de az idős férfiaknál is, és aztán valahol ott a 85-90 éves kor körül a katabolikus folyamatok lépnek előtérbe, és akkor már elsoványodnak, de mondjuk az időskornak egy jelentős részét túlsúlyba töltik az emberek, és ennek nagyon speciális hatásai vannak, tehát akár az erőkifejtés, korrekciós idő és esély, eleséssel kapcsolatos dolgokra.
a szarkopéniát, izomtömegcsökkenést is fontos az időseknél megjegyezni. Na most egy-két eszközt is mutatnék, mert talán ez még külön érdekes. Tehát vannak úgynevezett ezek a Magyar Sportolás Testnevelési Egyetemen elérhető eszközök. Tehát, hogyha valaki esetleg főleg sportolóknál használják pillanatnyilag, de fejlett országokban az időseknél is, és természetesen egyéni igényekre meg lehet szervezni, hogy ezeket a vizsgálatokat megvégezzük. Tehát például vannak ilyen úgynevezett dinamométerek, amik agonista-antagonista izomcsoportoknak az erőkifejtéseit tudják mérni. A DEXA vizsgálat az Magyarországon is hát nagyon elterjedt, elérhető. Itt nem csak a csontásványi anyag tartalomra kapunk információt, hanem az izomtömegre is. Ugye, tehát, hogy milyen az izomtömeg arány. Hát itt az inakat mutatnám, és itt is érdekes, ugye, hogy az inaknak van egy sejtes, illetve egy sejt közötti állománya, és azoknak egy nagy része víz, száraz anyag, és itt a kollagén, elasztin a két legfontosabb, illetve hát ezeket az összekötő proteoglikánok. A kollagén a rugalmasság, az elasztin pedig a nyúlékonyságért felelős anyag. Itt elektromikroszkópos képek, hogy hogyan változik az életkorral ezeknek a kollagén rostoknak a szerkezete. Ez egy érdekesség, hogy az izom-csont kapcsolatnál van egy átmeneti tartomány, és ez az átmeneti tartomány vékonyodik el időskorban, és ezért például a sérüléseknek a gyakorisága gyakrabb. Csontozatbeli változások. Itt lehet látni, hogy ezek a gerendák, stabilizáló gerendák, ezek elvékonyognak, zsírtartalmuk nő, rugalmasságuk csökken a csontoknak. Az ízületeknek ugye a kopásos elváltozásai is nagyon jellegzetesek, 65 év felett 35-50%-ban van jelen, tehát praktikusan hát majdnem mindenkinél. Ez egy érdekes ábra, a Tihanyi professzornak a vizsgálatait foglalja össze. A ízületi panaszoknak a gyakorisága életkorra változik. Tehát a fiatalabb korban ugye a derékpanaszok, a lumbális gerinc eredeti panaszok, körülbelül olyan 60 éves, 55-60 éves kor körül pedig a térdízületi panaszoknak a gyakorisága nő. És csökken, nem kevés, de csökken arányaiban a gerinc, és visszajönnek ugye például egyéb, vagy előtérbe kerülnek más ízületek, például a kézízületnek a panaszai elváltozásai. Hát a stabil állóhelyzetnek a jelentőségét mutatja ez az ábra, ugye, tehát hogy egy idős személy tud-e stabilan állni, fel tud-e állni önállóan segítséggel, és akkor ezzel kapcsolatosan vannak viszonylag egyszerű vizsgálatok, amikkel ezt fel lehet mérni. Ugye ezek azért vannak ezek a vizsgálatok, hogy utána egy specifikus mozgásprogramot vagy terápiát lehessen az adott személynek összeállítani. Ugye aztán ez is egy testlengés mérés, ez is egy stabilométerrel, tehát hogy a nyomás középpontok, súlypontok kinél hogyan helyezkednek el. De ez egy egyszerű ugye, állásstabilitás mérés, a Romberg-teszt és ennek a különböző könnyített, nehezített változatai. Aztán szintén a stabilometriának a különböző vizsgálati lehetőségeit mutatja. Vannak kifejlesztett speciális
rendszerek, ugye a talpnyomásméréssel összekötve, és szintén ezek a ma már hát még korszerűbb eszközök, ugye ez a Flamingo teszt, az elég ismert, és a stabilometriánál, ugye a stabilometriás platformnak az alkalmazása. Na most itt az elhízásról egy pár gondolat, tehát jelentős része túlsúlyos az időseknek, természetesen az előbbi kitétellel, hogy egy bizonyos kor után ez csökken. Hát ezeknek az okai és következményei nagyjából ismertek, az antigravitációs izmok gyengébbek, és ezek a különböző mechanizmusok károsodásával, hogy a mozgásba is és a mozgásszerben is különböző eltérések jönnek létre. Itt lehet látni, hogy hogyan változik statikailag egy túlsúlyos embernek például a porckorong terhelése. Ugye, tehát itt ez a pocak ugye húzza le, és jobban igénybe veszi ugye a csigolyákat, izmokat, illetve a porckorongokat. Ezt a járásnál, hogy milyen paraméterekkel lehet leírni, lépéshossz, szélesség, lábkifordulási szög, haladási sebesség, lépésfrekvencia, támaszidő, lendítési idő, és itt van egy táblázat, hogy ez az életkorba figyelembe véve változik. Most a járás vizsgálatai és különböző készülékek állnak rendelkezésre. Ugye ez nagyon fontos, hogyha időseket vizsgálnak, akkor megfelelő támaszték legyen, hogy az elesés az nehogy bekövetkezzen. Ugye? Tehát nem ezt a konditermes készüléket, hanem inkább ezeket a támasztókat. Vannak ilyen felső támaszok is, tehát az impakterő csökkent, tehát hevederrel látott futópadok, vannak antigravitációs futópadok, tehát ezek mind-mind már olyan eszközök, amik hát nagyobb investációt igényelnek, de ahol mondjuk erre van fogékonyság, vagy pályázati pénz, vagy önkormányzati támogatás, ott ezeknek a használata az jótékony tud lenni, annál is inkább, mert mondjuk sokan tudják használni, tehát ezt azért 12-16 órát lehet használni naponta. Ha egy ember egy fél órát, egy órát használja, akkor azért ezzel mondjuk 50-60 embert hetente át lehet ezen pörgetni, és akkor egy készülékre kivetítve ez nem rossz. A talpnyomásmérés, ezt csak azért tettem ide, mert egy érdekes kép, akit a medicína is egy kicsit jobban érdekel, hogy a talpnyomás is a különböző betegségekben, illetve a hiperurikémiának, tehát a magas húsav szintnek köszvényes elváltozásoknak a különböző stádiumaiban másképp néz ki. Itt megint egy talpnyomásmérő platform, egy járáselemző szőnyeg, erőplató, erőmérő szőnyeg, ezek már elég ilyen speciális dolgok. A teszteknél ez egy nagyon bevett dolog, és nyugaton használják ezt a típusú tesztet a mozgékonyság mérésére. Egy ilyen bóját kell megkerülni, és visszajutni a székhez, és ebből nagyon könnyen le lehet mérni az idősnek az állapotát, és ennek van egy ilyen kiértékelési része. És akkor még talán egy vagy két ábrát, talán az idő megy el, ugye? Tehát igen. Tehát, hogy az időskori mozgatórendszer programok tervezésénél mire kell figyelni? Ugye az otthoni körülményekre, hogyha az idős személy az otthonában van, akadálymentesítés mértéke, lépcső, lift, fürdőszoba, mellékhelyiség képítettségére, van-e otthoni segítség? Tehát, hogy amikor készítünk vagy tervezünk egy mozgásprogramot, akkor azt egyedül fogja végrehajtani az adott személy, vagy akkor, amikor ezt végzi, van otthon valaki. Az okos eszközöket tudja-e használni, mert ma már nagyon jó olyan applikációk, meg számítógépes online programok vannak, amik ebben segítenek,
És ugye ez megint csak egy speciális dolog a mozgássérülteknek, kerekesszékekkel rendelkezőknek a mozgásterápiájának a megtervezése. Ugye figyelembe kell venni a korábbi sérüléseket, ami miatt esetleg egyes mozgások nem végrehajthatók. Ugye a Testnevelési Sporttudományi Egyetem, tehát azért itt az élsportolókat is meg kell említeni, mert nagyobb a testtudatosságuk, nagyobb a terhelhetőségük, de vannak olyan degeneratív folyamatok, amik az adott sport ágból következően jobban elhasznált ízületeket okoznak, és nekik megint egy speciális mozgásterápiát kell kialakítani, illetve a különböző gyógyszeres mellékhatásokat, tehát milyen rendszeresen szedett gyógyszerei vannak az adott személynek, és esetleg a mozgását, mozgás koordinációját és egyebeket hogyan befolyásolja. Köszönöm szépen a figyelmet. Ez igazából csak egy ilyen kis kóstoló arról, hogy van egy ilyen szakterület, hogy kineziológia. Idén 7 hallgató fog végezni, az nem túl sok, de hát azért nagy is rá az igény. Tehát aki esetleg akar ebből a 7 kineziológusból egyet, az időbe szóljon. Meg aztán ugye sajnos Nyugat-Európa is egy elég nagy vonzóerő, tehát azért jobb lenne, ha itthon maradnának. A következő évfolyamra 70-en jelentkeztek a kineziológusnak, abból nem mindenki fogja a gerontológia geriátria szakirányt választani, de úgy tűnik, hogy még talán többen. Úgyhogy ezek az eszközök, ezek nem egy helyen vannak egy nagy központi laboratóriummal, hanem az egyetem területén több helyen. Tehát ezek, aki esetleg ilyen irányú vizsgálatokat szeretne, akkor abba készséggel segítünk megszervezni. Na most, még itt a kolléganőt megkérem, hogy... Tekintettel, hogy a gerontológiával, geriátriával foglalkozik mindenki, felhívnám a figyelmét azoknak, akik idáig még nem rendszeres olvasói az idős gyógyászat tudományos szakfolyóiratnak, ez a Magyar Gerontológia és Geriátriai Társaságnak a folyóirata, egy évben 4-szer jelenik meg általában dupla számokkal. Úgy állítjuk össze, hogy a gerontológiával, geriátriával foglalkozók széles spektruma is találjon benne mindig olyat, ami érdekes. Tehát nem csak orvosok, nem csak ápolók, nem csak szociálisok, hanem egy kicsit mindenkinek. Természetesen az orvosi profil az a legerősebb, de például most ebben a számban a gyulai, illetve a pécsi kongresszusról nagyon részletes beszámoló van. Ha valakinek esetleg van valami olyan közlendője, amit szívesen megosztana másokkal, és azért ezt egy ilyen típusú lapnak a formavilágába tudja illeszteni, úgy leírni, akkor szívesen leközöljük. Tehát várunk mindenkit ilyen téren. Viszonylag egy alacsonyabb példányszámba van nyomtatott formába, tehát nem túl alacsony, de viszonylag alacsony, viszont online formában ingyenesen elérhető. Úgyhogy azt majd esetleg a Egervári főorvosasszony, aki szintén a szerkesztőbizottság tagja, el tudja az online linket küldeni, és akkor akit érdekel, visszamenőleg is alapszámokat lehet olvasgatni, lehet valami jó kis ötletet találni benne. A következő kongresszusokra fogadunk absztraktokat is, tehát van egy olyan, van egy gyógytornás szekciónk, ugye, például aztán van olyan, akik dietetikával foglalkoznak, van egy ápolási rehabilitációs profil, tehát ezekben, ha valakinek van akár egy esetismertetése, vagy egy érdekes ilyen jellegű tapasztalata, akkor azt szívesen fogadjuk, és akkor vagy egy poszter, vagy egy kis prezentáció formájában. Hát köszönöm szépen a figyelmet. Nagyon szépen köszönjük az előadást, és akkor már az átvezetés is megtörtént a kettő előadás között.